Köszöntöm Önöket, ez a Pannon TV híradója, Bíró Tamara vagyok. Augusztus 9-e van Emőd névnapja, 157 éve ezen a napon nyitotta meg kapuit a Budapesti Állat és Növénykert. Műsorunk elején érkezzenek a nap kiemelt hírei egy-egy mondatban. Legkésőbb szeptember elején, de lehet, hogy már augusztus végén fürdőzhetünk a Palicsi Aquapark medencéiben. Legfeljebb 10%-kal drágul a gáz novembertől. Folyamatosan érkeznek a migráns csoportok Belgrádba is. Nem sikerült a bravúr, kikapott a TSC a Bragától Portugáliában. Befejező fázisába kerültek a Palicsi Aquapark építési munkálatai, így a fürdőzni vágyók legkésőbb szeptember elejéig birtokukba vehetik azt, nyilatkozta Pásztor István a Palicson megtartott mai sajtótájékoztatón. A Vajdasági Magyar Szövetség és a Palics Park Kft. Közgyűlésének elnöke egyéb fejlesztések folyamatát, illetve határidejét is ismertette. Legkésőbb szeptember elején, de lehet, hogy már augusztus végén fürdőzhetünk a Palicsi Aquapark medencéjében, mondta Pásztor István a Palicsi víztoronynál tartott sajtótájékoztatón. A VMS elnöke és a Palics Park Kft. Közgyűlésének elnöke kiemelte, 12 hónapon át biztosít tartalmat majd a komplexum, hiszen fedett medencék és termálvízzel feltöltött kinti medencék is lesznek a hűvösebb évszakokban. Így nem csak nyáron, hanem egész évben igénybe vehetjük az aquapark szolgáltatásait. Csak szeretném bejelenteni és kijelenteni, hogy az aquapark építése befejező fázisban van, befejeződött. Ebben a pillanatban az átvételi munkálatok vannak folyamatban, és azoknak a hiányosságoknak a kiküszöbölése, amelyek a technikai átvétel folyamatában kerülnek megállapításra. Ezzel párhuzamosan elindult az egész rendszernek a próbaüzemeltetése, lépésről lépésre villanyáram terhelés alá kerülnek az egyes elemek, a gépek, a motorok és a különböző egyéb más elemek. Egyrésztről, másrésztről pedig elindult a vízzel való föltöltése. A Palics szimbólumaként ismert idén 111 éves víztorony is szépül. Cserélik a fa elemeket, a zsindejtetőt, felújítják a díszítő elemeket, új festést és megvilágítást kap az egész épület, mondta Pásztor István. A felújításra 21 millió 400 ezer dinárt fordítanak tartományi eszközökből. A megbízó a Park Palics Kft. Mivel ez egy nagyértékű, műemlékjellegű épület, ezért a Műemlékvédelmi Intézet fölügyelete alatt folynak a kivitelezési munkálatok, amelyeket a belgrádi székhelyű Ornament cég nyert meg közbeszerzéssel, és ő, illetve a partnerei fogják elvégezni ezeket a munkákat ez év december 31-ig. Szintén tartományi eszközökből kap új burkolatot a Palicsi sétány a Prezident szállótól a Fontana nyaralójáig. Ez több mint egy kilométeres szakasz jelent, amelyből 750 méter már elkészült. Augusztus 31-ig ezek a munkálatok is befejeződnek, hangzott el a sajtótájékoztatón. Legfeljebb 10%-kal emelkedhet a gázára ősszel Szerbiában, erről beszélt Dusan Bajatović a szerbiai RTV műsorában. A szerbiai gázművek igazgatója kiemelte, hogy bár a Nemzetközi Valuta Alap javasolta az említett emelést, mégis törekedni fognak arra, hogy ez valamivel alacsonyabb mértékű legyen. Ez pedig akkor lehet elérni, ha jó ütemben tudja fizetni a vállalat az adósságát, és a tervezett gáztartalékok mennyiségesen változik jelentősen. Szerbiának már most van 50%-nyi tartaléka, és még a fűtési idény el sem kezdődött. Ez annak tudható be, hogy az államnak Magyarországon, udvarnokon és oroszországi tárolókban is vannak tartalékai, tette hozzá. Kiemelte, Európa energiaellátása bár stabil ugyan, de annyi gázzal nem rendelkezik a kontinens, hogy az ipari fogyasztókat folyamatosan el lehessen látni. Észszerűen kell használni a készleteket, tette hozzá Bajatović. To poskupljenje
sigurno neće biti veća od 10%. Koliko će biti konkretno, izračunat ćemo praktično sledećeg meseca, jer trebalo bi da se desi od 1. novembra. MMF jeste tražio 10%, ali ako papiri Srbijagasa pokažu da to možda može i malo manje, pa nećemo ići na uštop kupaca, nego samo da se održi tekuća likvidnost Srbijagasa, da mogu da se finansiraju zalihi i da pouzdano možemo naše tržište da snabdevamo gasom. Augusztus 14-én hétfőn jár le a vagyonadó harmadik negyedévi összegének befizetési határideje, emlékeztet az adóhivatal. Arra kérik a lakosságot, hogy időben a törvénnyel előírt határidőig fizessék ki a vagyonadót, ellenkező esetben késedelmi kamatot számolnak fel. Háromszáznyolcvankét illegális migráns találtak a rendőrök egy kiterjedt az illegális migráció visszaszorítására irányuló akcióban, amelyet Zombor térségében hajtottak végre. A több órás akcióban több mint 300 rendőr vett részt a csendőrség tagjaival együtt. A környék átvizsgálása során több hidegfegyvert, 240 külföldi személyazonosító és úti okmányt, valamint 18 telefont találtak. Letartóztattak egy szír állampolgárt, akinél körülbelül 270 gram növényi anyagot gyaníthat marihuánát találtak. Kábítószer engedély nélküli előállítása és forgalmazása büntett elkövetésének gyanúja miatt őrizetbe vették. A talált migránsokat a szerb menekültügyi és migrációs főbiztossággal együttműködve befogadó központokba szállították. A rendőrség az elkövetkező időszakban is rendszeresen ellenőrzi a migránsok mozgását és tartózkodását. Belgrádba továbbra is folyamatosan érkeznek új migráns csoportok, jelentős részük saját elmondásuk szerint Bosznia-Hercegovinába tart, ahonnan Horvátországba terveznek illegálisan bejutni. A többi migráns a magyar határzáron szeretné átküzdeni magát. 8 éve tart, hogy a belgrádi buszpályaudvar környékén nap mint nap migránsokkal lehet találkozni. A rendőrségi razziáknak is köszönhetően az utóbbi időben valamelyest csökkent a szerb főváros központjában közlekedő illegális bevándorlók száma. Az új csoportok érkezése ugyanakkor nem szűnt meg. A környéken élők arról számolnak be, hogy az elmúlt hetekben úgy vették észre, kevesebben vannak. Nisam se osetila baš bezbedno. Mislim, nisam ja baš od nekih plašljivih, ali nisam se baš osetila bezbedno. Eto. Onako tužno je bilo i videti u jednu ruku sve to. Egy afgán csoport néhány napja érkezett meg Szerbiába. Azt mondják, a hazájukban életveszélyben voltak. Németországba tartanak, ahol tanulni és dolgozni szeretnének. Belgrádból Bosznia-Hercegovinába terveznek menni, onnan pedig Horvátország területére akarnak bejutni. We make money for a leader. And we will find a leader, then going on Germany. Our leader gave me money, then I go to Germany. Az illegális bevándorlók azt mondják, a saját hazájukban rémes körülmények uralkodnak, munkalehetőség nincs. Szavaik szerint abban reménykednek, hogy az Európai Unió egy prosperálóbb életet tud számukra biztosítani. Nézzük, milyen témák lesznek még a híradóban. Kiállítással zárult az idén 70 éves topolyai művésztele. Idén is megrendezik a vajdasági parasztolimpiát a topolyai vásártéren. A nulladik nappal megkezdődött a 9. Malom Fesztivál. A következő 3 napban színes és családi programokkal várják a látogatókat, míg az esti órákban hazai és külföldi előadók lépnek fel. Épül, szépül a fesztivál területe. Szinte mindenki dolgozik, sokan már több hetes sátrakban élnek a szélmalom tövében. Mindezt azért, hogy minél csinosabbá és egyedibbé tegyék a helyet. Az idei évben is az volt a fő szempont, hogy minél több újrahasznosítható anyagot használjunk, régi felajánlott bútorokból, anyagokból, fonalakból készítsünk minél látványosabb, minél szebb dekorációkat. A Malomfest pedig nem csak a bulizókra összpontosít, igyekeznek kiszolgálni a művész lelkeket is. Szent Péteri Dóra és csapata linómetszéssel foglalatoskodott. Egy könyvet szeretnénk készíteni vajdasági fiatal írók verseihez. Így minden résztvevő választott egy-egy verset, amihez készített egy-egy illusztrációt, és
tervek szerint 30 példány elkészül ebből a könyvből még ma. A zenei fesztivál pedig családi programokkal, különféle koncertekkel és egyéb színes programokkal várja a kilátogatókat. A fesztivál évről évre egyre nagyobb és sokszínűbb. Idén is új programokkal készülnek a szervezők. Most idén bekapcsolódik a tájház is, egyébként az Oromi tájház, ami szerintem egy nagyon izgalmas helyszín lesz, meg lehet majd pihenni, egy pohár limonádét elfogyasztani, vagy egy kávét, kicsit beszélgetni, akár társasozni az asztalnál, megnézni a tájházat. A művelődési házban két színházi előadásunk lesz, és hát itt a helyszínen pedig több színpadon, több zenei formáció ad majd koncertet a három nap folyamán. A Malom szombat estig várja vendégeit, a fellépőkről és a programokról a www.malomfesztivál.com honlapon olvasható bővebb tájékoztatás. Nyílászárókat cseréltek a Tömörkény István általános iskola kevélyi kihelyezett tagozatának épületén. A beruházás 180 ezer dinár volt, a pénzt adományokból és Zenta önkormányzatának segítségével gyűjtötték össze. Szülői összefogással és a Móra István Művelődési Egyesület által szervezett adománygyűjtésből cserélték ki az általános iskola épületén a bejárati ajtót és az ablakot. A szülői közösségnek nem ez az első ilyen akciója. Ez már évek óta megy, és akkor mindig valamit az iskolán renoválunk, tavaly játszótér lett csinálva, most az idén ebből az ablakok lettek kicserélve, mivel a bejárati ajtó. A beruházás értéke 180 ezer dinár. Az összeg egynegyedét Zenta önkormányzata biztosította. Az külön öröm, hogyha egy közösség a jövőbe ruház be. Tehát, hogyha a fiatalokba, a gyerekekbe, az elkövetkező nemzedékeknek a továbbtanulását, nevelését, oktatását szolgáló objektumokba ruházunk be, az az igazi jövőbe tett beruházás. A munkálatok kivitelezője egy szabadkai cég. A lecserélt nyílászárók több mint 100 évesek voltak. Az eredeti ablakok, amelyeket kicseréltük, azok 1912-ben épültek, tehát az épülettel még eredeti állapotban voltak, és az elmúlt több mint 100 év alatt ezek elég jól tönkrementek, és azért döntöttünk úgy, hogy ezeket fogjuk kicserélni, hiszen már nehezen nyílt az ajtó, az ablakot pedig ki se lehetett nyitni. A kevélyi iskolába szeptemberben egyébként 4 új elsős érkezik, összesen 20 gyermek tanul itt naponta. 70 éves a Topolyai Művésztelep, az augusztus 1-e és 8-a között tartott jubiláris alkotótábor munkájában fiatal, középgenerációs és idősebb művészek is részt vettek. A héten tartott alkotóműhely munkáiból a zárónapon kiállítást tartottak. 14 művész alkotott a 70. alkotótáborban a Topolyai tópartján. Az idei téma omázs a Topolyai Művésztelep. A résztvevők a telep valamikori művészeinek alkotásaira reflektálnak saját munkáikkal. Én Benes József Tiszapart című képét választottam. Úgy vizuálisan, mint személyes kapcsolat miatt is, mivel hogy ismertem. És tehát ez egy 65-ös festmény, Tiszapart címmel, ami ugye itt érdekes, hogy nem egy itteni kép, hanem egy tiszai kép, de hát mivel most Kanizsán élek a Tisza mellett, ez is egy kapcsolódási pont volt. Zsák István, a telep egykori vezetője, nosztalgiával emlékszik vissza azokra az időkre, amikor még sokszor sárban kellett eljutni a telephelyre saját járműveikkel. Mára ez megváltozott, de a művésztelep lényege most is a közös alkotás, az eszmecsere és az inspiráció. A művésztelepen született gondolatok nem itt alakulnak ki, hanem inkább odahaza. De majdnem minden művésztelepnek van egy pozitív hatása a művészre, mert hát egy a beszélgetés alapján, másik a munkák alapján, mindig változtat valamit, és ez a változás ez mindig a pozitív irányba történik. Idén vajdaságiakat hívtak meg a Topolyai Művésztelepre. A héten a különböző technikákkal született alkotások megtöltötték a telep galériáját, ahol az évkönyvekbe is bepillantást nyerhettek a látogatók. Ez egy nagyon jelentős év
mindannyiunk számára, a korábbi résztvevők és az új résztvevők számára is. Ebben az ünnepélyes hangulatban próbáltuk ezt az egy hetet itt eltölteni, ami mögöttünk van, és hát itt látható ennek az eredménye a falakon. Itt a helyszínen nagyon fontos, hogy 60 éve zajlik itt, az első 10 éve az másik helyszínen volt, de 60 éve ugyanezen a helyszínen találkoznak a művészek minden évben, és alkotnak, és vitatkoznak, és eszmét cserélnek. A Topolyai Művésztelep 70 éves jubileumát egy retrospektív kiállítással is meg fogják ünnepelni, melyet november 14-én Ács József képzőművész, pedagógus, kritikus és képzőművészeti szervező születésnapján nyitnak meg Topolya Község Múzeumában. Idén 12. alkalommal szervezik meg a vajdasági parasztolimpiát a Topolyai Vásártéren. Augusztus 20-án a program fiákeres felvonulással kezdődik reggel, majd 9:30-kor kenyérszentelő szentmisét tartanak a Sarlós Boldogasszony templomban. 13 órakor meggyújtják az olimpiai lángot a vásártéren, és megkezdődnek a szórakoztató vetélkedők, mint a gumicsizmahajítás, a szalmabála dobálás vagy a petrendszer úttartás. A szervezők idén is csapatok jelentkezését várják a megmérettetésre, a legjobbak értékes jutalomban részesülnek. Főzőverseny, kézműves kirakodóvásár, gyerekprogramok várják a látogatókat, este pedig utcabál, tűzi játék és szivárványkoncert is lesz. Külön öröm számomra, hogy az idei évben Magyarországról két településről is jelezték részvételi szándékukat. Én nagyon bízom benne, hogy az elkövetkezőkben sikerül megvalósítani azt, hogy egész Kárpát-medence szintre ki tudjuk majd terjeszteni a vajdasági parasztolimpiát. Mindezek mellett az esti koncertre szeretném külön felhívni a figyelmet. 12. alkalommal szervezzük meg a vajdasági parasztolimpiát, és 4 évvel ezelőtt a szivárvány koncertre látogattak el a legtöbben, körülbelül 10 000-en. Az idei évben ezért kértük fel Justin Tamást, hogy ismét repüljön haza Ausztráliából, és adjon egy nagyszerű koncertet, egy egész estis koncertet, és szeretnénk a 80-as évek lakadalmas hangulatát visszahozni erre az estére. Úgy gondolom, hogy egész vajdaságnak itt lesz a helye. Ma este kezdődik a Gucsa Fesztivál, a nagy színpad első fellépője Ácó P. Jovit lesz. Számos hazai és külföldi látogató érkezett az elmúlt napokban a településre, a szálláshelyek pedig szinte teljesen megteltek. Az esemény második napján csütörtökön Alexandra Prijovic ad koncertet, pénteken pedig a világ legnagyobb trombita fesztiválját tartják meg, de a hétvégén sem lesz hiány zenéből. Számos kísérő rendezvény is lesz, és kulináris élmények is várják a látogatókat. A fesztivál vasárnap ér véget. Árstopp lesz az augusztus 20-ai Szent István napi rendezvényeken Budapesten. A vendégek idén is megfizethető áron vásárolhatják meg a kijelölt ételeket és italokat a rendezvény helyszíneken. Az ásványvíz 190 forint lesz, a sör 350, a perec pedig 300 forintos áron kapható. A további fix áras termékek költségei pedig csak minimálisan növekedtek az előző évhez képest. A kedvezményes árak összesen több mint 20 fővárosi helyszínen lesznek érvényesek augusztus 18-án és 20-a között, a háromnapos programsorozat teljes időtartama alatt. Az ástopos termékeket árusító hivatalos partnereket egy jól látható Szent István napi logóval ellátott matrica különbözteti meg a nem hivatalos partnerektől. Az esemény részletes programjai megtalálhatók a szentistvánnap.hu weboldalon. Nem sikerült a bravúr, kikapott a TSC a portugáliai Braga otthonában a labdarúgó bajnokok ligája harmadik selejtező körében. A továbbjutás azonban még nem dőlt el, a visszavágót jövő kedden játsszák Topolyán. A Braga és a TSC összecsapásán a hazai csapat már a mérkőzés elejétől komoly fölényben játszott, amelynek eredményeként a portugálok a 17. percben meg is szerezték a vezetést Bruma lövését követően. A gól megzavarta a TSC játékosait, és már a következő támadásból újabb portugál találat következett. Pizzi a 18. percben növelte 2 gólra a Braga előnyét, ezt követően a topolyaiak szépíthettek volna, de Pantovic lövése nem találta el a kaput. A félidőig több találat már nem született. A fordulást követően a TSC sokáig jól tartotta magát, és úgy tűnt, hogy 2 gólos vereséggel zárják a meccset, de 5 perccel a rendes játékidő vége előtt a portugálok újabb gólt szereztek. Így maga biztos 3-0-ás győzelmet arattak a topolyaiak ellen a BL harmadik selejtező körében.
A portugálokat irányító Artur Jorge a mérkőzést követő sajtótájékoztatón elmondta, hogy játékosai betartották a mérkőzés előtt megbeszélteket, így magabiztos győzelmet arattak, de ennek ellenére a topolyai visszavágóra is maximálisan készülnek, hiszen a párharc még nem dőlt el. A TSC-t irányító Zsárkó Lazetić szerint a Braga ellen nagyon nehéz igazi gólhelyzetet kialakítani, ezért is sajnálatos, hogy az első félidőben nem tudtak élni az eséllyel. Sigurno da mi sad žalimo za tom šansom, ali mogao je rezultat da bude i veći, a naravno mogli smo i da dođemo do nekog gola i u drugom poluvremenu. A Bajnokok Ligája harmadik selejtezőkörének visszavágóját jövő kedden rendezik a topolyai TSC arénában. Világos Adrianna döntős, a kishegyesi gerelyhajító a selejtező legjobb eredményével 54 méter 71 cm-es dobásával jutott a csütörtöki fináléba a jeruzsálemi U20-as atlétikai Európa-bajnokságon. A szerb válogatott európai csúcstartója magabiztosan versenyzett, már az első sorozatban biztosította elsőségét. A selejtezőből a horvát Veronika Sokota másodikként, míg a magyar válogatott Kövér Fanni harmadikként jutott a döntőbe. A kontinens viadalon a gerelyhajítás női döntője csütörtökön 19 óra 27 perckor kezdődik. És eddig tartott a híradó, érkeznek még egyszer a nap kiemelt hírei röviden. Legkésőbb szeptember elején, de lehet, hogy már augusztus végén fürdőzhetünk a Palicsi Aquapark medencéiben. Legfeljebb 10%-kal drágul a gáz novembertől. Folyamatosan érkeznek a migráns csoportok Belgrádba is. Nem sikerült a bravúr, kikapott a TSC a Bragától Portugáliában. Köszönjük, hogy velünk tartottak, ha még több hírt olvasnának, keressék fel a pannonrtv.com-ot. Szép estét, a viszontlátásra!